A programba történő első belépéskor az itt látható képernyővel találkozik. A munka megkezdéséhez létre kell hozni a cég adatait. A telepítés során választhatott, hogy kérje az általunk felajánlott SQL szerver telepítését, vagy rendelkezik sajáttal. Az alkalmazás felkínálja az elsőként megtalált SQL szervert. Ha több is elérhető az ön gépéről, akkor választhat ezek közül. Adja meg a cég nevét, amit a cégválasztás ablakban is látni fog. Ebből a cég névből a program generál egy adatbázis nevet. Javasoljuk, hogy ne válasszon ki ehelyett olyan adatbázist, amit más program használ, hanem hozzon létre újat a számfejtéshez. Ellenkező esetben az esetleges nem egyeztetett visszatöltési művelet másik felhasználó számára adatvesztéssel járhat. A tárógombra kattintva a cég létrehozás folyamata elkezdődik. Ennek a folyamatnak a része az adatbázis létrehozása a kiválasztott adatbázis szerveren. Ezzel a cég fizikai létrehozása megtörtént, akár már ki is választhatnánk, hogy elkezdjük benne a munkát. A továbbiakban azt szemléltetjük, hogy a korábbi programból exportált adatokat betöltjük, és azokkal folytatjuk tovább a munkát. Vagy a céghez tartozó adatokat importáljuk, vagy a közös adatokat. Mivel a közös adatokat elegendő egyszer betölteni, javasoljuk, hogy a folyamatot kezdjük ezzel. A Windows tallózó ablakának segítségével válassza ki azt a könyvtárat, ahová az exportálást elvégezte. Ez jellemzően az a könyvtár, ahol az Infobér Export alkönyvtár is megtalálható. Az OK gombra kattintva elkezdődik a közös adatok importálása attól az évtől, amit az exportálásnál kiválasztott egészen az utolsó időszakig. Ha a közös adatok importálása befejeződött, végezzük el a betöltést a cégre vonatkozóan is. Fontos, hogy azt a könyvtárat válasszuk ki, ahol az Infobér Export alkönyvtár található. A felugró ablakban látható azoknak a cégeknek a listája, amelyeknek az exportálása már megtörtént. Megjelenik a cég neve, ami az Infotéka bérprogram cégnyitás ablakában látható volt, illetve mikor történt az exportálás, és annak mi a kezdő időszaka. Az import gombra kattintva megtörténik a céghez tartozó dolgozók és a számfejtések átvétele. Az importálás során a regisztrációs kód is átvételre kerül, így annak megadására nincs szükség. A kód egyébként megegyezik a korábbi verzió kódjával. Ha a következő céget szeretné létrehozni, illetve ahhoz az adatokat importálni, akkor az új cég gombra kattintva az előzőekhez hasonlóan létre kell hozni a cég állományát, és ezután importálhatók az adatok. A kiválaszt gombra kattintva az alapértelmezett felhasználó névvel és jelszóval be tud lépni a programba. A főképernyőn a legördülő listában láthatja azokat az éveket, amelyeket az exportálás során megadott. Itt megtalálhatóak a dolgozók, paraméterek, törzsadatok, amik a korábbi alkalmazásban elérhetők voltak. Az átvett adatokat minden esetben ellenőrizze. Lehetőség van többször is importálni egy céget vagy a közös könyvtárat. Az ismételt importálás a programban végzett munkát felülírja, és csak akkor használja ki ezt a lehetőséget, ha ezt komoly indok támasztja alá, például még további időszakok számfejtése a korábbi programban az első átvételét követően történt.